Felsőtárkányban is újra elindult a kisvasút, ami a fűtőháztól egészen a Stimecházig szállítja az utasokat. Az első kiépített vonalakat 1915-ben építették a faanyag szállításának megkönnyítésére. 1994-re szinte teljesen elvesztette régi hosszát a vasúti pálya, ekkor már csak a turista forgalom számára működött hétvégente nyáron nyitott kocsikkal. Idén egy nagyobb szünet után május 15-én újra elindult az 5 kilométeres útjára a felsőtárkány kisvasút. Többen is kíváncsiak voltak rá, volt, aki Kecskemétről érkezett. Ezt már hetek óta tervezzük, és mindig megnéztük egy-egy videóban, hogy úristen, és merre megy, és mit látunk, és az erdő, meg az állatok mindig közel álltak hozzánk. Az Egererdő ZRT által működtetett gyöngyösi és szilvásváradi kisvasút is újra várja a turistákat. Most már hónapok óta bezárva vagyunk otthon, ennyi. És most jó idő van, meg hát nyilván most már kevésbé vannak korlátozások. Bár ismét a kisvasutakról élvezhetik a táj szépségét az érdeklődők, több szabályt is be kell tartaniuk. A kocsikat minden utazás után fertőtlenítik a vasút dolgozói. Mert mindenki vágyik a szabadba, a szabad levegőre, mint ahogy itt is lehet érezni, itt azért nagyon kellemes időjárás van, idekint szinte harapni lehet a levegőt itt a Szalajka-völgyben. Én úgy gondolom, hogy egyfajta gyógyulást jelent, ha valaki kiutazik ide a Szalajka-völgybe. Az erdei kisvasutak menetrendjében több változás is szerepel, amit érdemes az utazás előtt figyelembe venni. Bővebb információ a társaság honlapján található.